Szevasztok srácok, én üdvözlök mindenkit, visszatértem egy következő videóba, és ma Boldot fogunk vezetni, Rétült ikonozni fogunk. Ebben a mai videóban itt lesz velünk Andor Kremlő 911. Sziasztok! A menő Mörcsel, és most elindítottuk a Ratyi nevezeti boltot, úgyhogy itt kezdjük! Na, itt is vagyunk. Nem sok minden van. Te rendeljél cuccokat, én meg megyek az árukért. Oké, de először még polcokat kéne meg. Srácok, halljálják egy fontos tippet? Bejövünk a build módba. Egy csomó fölösleges dolog van, amit itt láttok. Hát mondjuk nem ez a parkoló, de... Féltek, nem kell nekünk ide ilyen aszfalt. Ennek egy ilyen kocka 100 darab. Ez már annyit hoz nekünk, hogy ez hihetetlen. Nem kell nekünk ilyen járda se. Meg is feltjük a következő utáni autót. De most nem fogjuk, szerintem. Meg. A garázs körül a falat is lett. Hát ez hülyeség volt mondjuk, mert egy idő után majd bejöhetne ide is a volt részünk. Én amúgy úgy csináltam, hogy leromboltam ezt, és ide egy... Hát igen, egy ilyen pénztáros részt csináltam. Ja, a pénztárosok azok majd valahol itt lesznek. Igen. De a üveget is be tudjuk falazni. Meg így ezt az egészet. Egyelőre. Nem lesz túlvilágos, de hát nem is napozni jönnek ide. Az a garázskapu még maradhat. Napozni jönnek ide. Nem gond, világos van bent. Hát ja. Én lehelyezem a polcokat. Mondjuk. Te meg rendeld meg. Olyan sima polcokat rakjál le, jó? Itt egy kukánk. Hát amire a babi jó. Olyanokat. Mi? Lerakok ebből most 2 darabot. Oké, abban rakjál le egy párat. Jó, lerakok 4 darabot. Oké, rakjál le, és ide megépítem hátra a pénztárosok helyét, de nem kell olyan nagyon nagy. Hát azért pár pénztáros azért. Elféri. Hülye vagyok, a Brookhaven-ben van az, hogy hogy a space nyomom, akkor így felvált felső nézőbe. Hello, na végre. Ez a tile, ez nem a legolcsóbb. De még ezt a falat kitörjük. Nem tudok. Ott az ajtó. Hol? Ja, ott. Itt az ajtó. De jól ment elrakott, hogy nem tudok bemenni. Várjál, ilyet rakjak le? Milyen? Hát ilyen, mi ez? Surf csökautot. Automatic surf csökautot. Vagy ilyen... Mindegy, hogy miért raksz le, csak jöjjön a pénz. Hát ez nagyon sok helyet foglal. Hát... Mindegy, én engem most nem érdekel, mert én le fogom rakni ezt. Ó, már szemetelnek is. Úgyhogy várjál, rendelek dolgokat, jó? Jó, én összeszedem a szemetet, amit te rendelsz. Ilyet veszünk. Vehetünk szerintem ilyen játékot is. Várja, lerakjuk az ilyenből autót. Ilyenből is. És mehetsz is. 1200 ilyen liter, nem tudom mi van a... Burpagom. Szevasz, szevasz! Amúgy srácok, a komment szekcióban... Tehát a kommentekben komment háborút akarok. Mi legyen a boltunk, a bolthálózatunk színe? Na. Ezt ti mondjátok meg! Ó, hát ez most el fog tartani egy darabig. Hát ebben az autóban nem a világon a legtöbb. 300... Doboz fér bele. Oké, mennyibe kerül egy új autó? 10 000. Vagy ha 2500-ba, a másodikbe, a harmadik az 10 000-be. Akkor 7500-at jól összegyűjteni, mert meg kéne venni ezt az autót. Jó, menjünk is, igen, a csomagok azok 7 hónapban készül, az engem nem érdekel.
Hallod? Azt hittem, hogy itt valaki addig teletömte a polcokkal a izét, de rossz bolthoz mentem. Egyébként, fejtek srácok. Most jut eszembe, itt van egy ilyen akármi a boltunk tetején. Ezt is lerombolhatjuk, mert nem kell nekünk. Ez nem tudom, talán a dekorációt javítja, de most nem arra összpontosítunk. Hát nem raktam tetőt, ha miért nem szóltok? Hát tetőt kell. Most nem raktunk tetőt, jó. Befogázni a bolt. Persze. Elfogázni a baba, mi fog érkezni. Ja, na most már nem ázik be a bolt. Megjöttem. Na. Hülye vagy, a Krisztó körünk még nincs is. Ami normális embert vegyünk fel. Joe Ruggers jó is lesz. Úgyhogy őt vegyük is fel, a 100 levelből nullás. Úgyhogy ez nem olyan nagy dolog. Berakjuk le az autót. Várjunk csak. Amúgy én most jövök rá, hogy... Na, azt hittem, hogy lemegy nélkülem a kocsi. Hogy vehetnénk parkolókat. Igen, csak a... A parkoló az nem a világon a legolcsóbb cucc. Hát nem a világon a legolcsóbb, de amúgy itt mi az Istent akar? 2000-en már van, és 800 még hiányzik. Hát ez nagyon érdekes. Egyébként srácok, hogyha összegyűlik a 500 000-tak, akkor ezt a buszmegállót mindenki vegyétek meg, hiszen nem hiszitek el, mennyi ilyen parkolót vált ki. De annyit, hogy ez hihetetlen. Majd és ebben legalább mindig jönnek az emberek, nem csak amikor elmegy egy autó, kiszállnak a vásárolni, ezen fél óra múlva mennek vissza, hanem itt mindig jönnek az emberek, mindig vásárolnak, minden. Amúgy én nem értem, miért nem szóltak, hogy ez így... Oké? Okay. Te akartad, kedves retail tycoon. Itt a kocsinak a helye. Mi az, hogy can't move? Hagyjál már! Osztóban 120-szal megyek. Can't move. Ha persze van, hagyjál már, de ez nem igaz. Nem is érdez. Pakolsz fel, és amúgy ő már felpakolt. Ja, de nekem kell. Jó, menjünk. Na, akkor mink van? Van ilyen játékunk. Vannak drónok. Vannak. Rakéták. Mit rendeltem én? Nem látszik olyan elektromosnak, nem olyan, nem a világon, hanem gyorsan. Én ilyet is rendeltem. Vagy 95-tel megy. Vagyis igazából 97-tel. Jó, szerintem én veszek polcokat. 2700-os, hogy mit számolzat. Bél. Úristen. Nagyon helytakarékosak vagyunk, és nincs pénzünk, úgyhogy gyorsan beállok pénztárosnak. Nincs izé, ilyen... Jaj, lopjatok itt a izé! Lehet ám jönni vásárolni. Nem vettél a sok. Addig te csináljad a dolgokat. Oké, én addig csinálom a dolgokat. Várjatok. Felpakolom szerintem a dolgokat. Még van még... Mit raktam én ide fel? Ilyen pre-out akármit. Már most elég jól áll a boltunk. Úgyhogy most lekvárt fogunk ide felpakolni. És ilyen babot. Hogy jöttek? Ó, mennyien jöttek be egyszerre. Ja. Egy két gyerek is bejött. És persze, már vannak olyanok is, de már rég nem játszottál ezzel a játékkal, mi? Igen. Na gyerünk már, vegyetek már dolgokat, mert kéne a pénz. Meg már fizetni! Gyere fizetni! De gyere fizetni, jó? Gyere fizetni! Te vonzom mindenki. Ott vagy, lehet, látom, ha jó helyre mutatok, nem tudom. Ó, ő 6 dolgot vesz, egy, kettő, gyerekek, hát... 4 autó, 5 autó. Ó, gyerekek, gyertek már sorba, hát... 5 autót és ennyire. Igen. Ó, hát ez... Miért kell neki ennyi drón? Oké, srácok, az OBS kicsit hülyéskedett, mert elfogyott a lemez terület, de átraktam máshova, mindegy, hagyjuk is, nem az a lényeg. Addig összegyűlt egy kis pénz. És én pénztáros vagyok.
És itt a dorknál a 911 a pénztáros. A kuka nagyon tele van, úgyhogy most felveszünk egy takarítót. Még pedig egy olyan... Ugye az az autó az nagyon olcsó, vagy... Nem tudom, de valamiért mindenki vesz autót. Amúgy le kéne rakni neki egy ilyen kuka-szerű akármit is, nem? Remélem nem lesz ilyen, itt olyan nagy a sor, hogy az egész boltban emberek állnak, és hogy hát el kell mennem valahova, tehát remélem nem lesz az. Ja. De hát, hogyha lesz több része, hát akkor már a tizedik részben akkor egy boltunk lesz. Ja. Majd összehasonlítjuk. Igen, ezzel. És a... Igen, a tizedik része. Na, gyere fizetni? Gyere csak fizetni! Úgy van, fizessél, mint a katonatiszt. Hú, gyertek fizetni! Nagyon jó jön ez a pénzecske. Ezt mondom, hogy itt vannak ilyen játékautók. Hát, ahogy nézem, olyan sok nem fogyott. Na, gyere. Takarítónk ott el van. Oké, veszed a csirkeleves, vagy mi ez? Bab, vagy csirkeleves? Csirkeleves. Bab, vagy csirkeleves? Vagy csirkeleves. Vagy lekvár. Eperlekvár. Úgy én el sem látok. Vagy magyarókrém. Gif magyarókrém. Itt van a bab. Tudjátok, srácok, folytatjuk majd a következő részben. Ez a videó annyi lett volna. Én megköszönöm nektek a figyelmet. Ha tetszett, mindenképp lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. Sziasztok!